Na, sziasztok srácok! Itt vagyok ismételten egy újabb videóban, és a mai videóban ismételten egy listát készítek nektek, méghozzá a Brawl Stars összes játékmódját fogom listázni, hogy szerintem melyiken érik majd legjobb a játszó, és hogy melyik a legjobb játékmód. Fontosnak tartom elmondani itt a videó elején, hogy esetleg még eddig nem tetted volna, akkor mindenféleképpen nyomj egy hatalmas lájkot, illetve feliratkozást, hiszen ez csupán két gombnyomás neked, viszont nekem tényleg minden nagyobb segítség, és nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy esetleg feliratkozol, hogy megnyomod a lájkot, illetve bekövetsz Instagramon, link a leírásba, szintén megköszönöm, hozzuk össze a feliratkozózást, ami itt van alattam, szóval elmondtam mindent, ami fontos. Ami még fontos lehet a videóval kapcsolatban, hogy itt nagyon-nagyon sok mindenem múlik az, hogy melyik játékmód a legjobb. Például azon belül, hogy melyik pálya, tehát van olyan foci pálya, amit például nagyon szeretek, van olyan szólópálya, amit nagyon szeretek, de van, amit nagyon-nagyon nem szeretek, tehát értelemszerűen a pályákon is múlik, hogy melyik játékmód mennyire jó, itt általánosságban fogok beszélni, tehát hogyha mondjuk az összes pályának a szintjét átlagolni kéne, úgy fogom venni az adott játékmódokat, de fontosnak tartom elmondani azt a tényt is, hogy különbség van mondjuk egy 30 vagy egy 50 ezer kupás játékos között, mert mondjuk 20 ezer kupán más pályákon, más játékmódban érdemes játszani, mint mondjuk 50 ezer kupán. Illetve a között is különbség van, hogy valaki egyedül játszik inkább, vagy pedig csapatban, vagy pedig duóban. Tehát nagyon sok mindentől függ, illetve játék stílustól is függ, meg persze az adott karaktertől, hogy melyik karakter pushol, mert van olyan karakter, ami nagyon király 3v3-ra, de olyan szólóra nem olyan jó, és van olyan, ami fordítva igaz. Tehát, hogy megvannak a karakterek, és hogy melyik pályára melyik karakter való, ezért nem lehet azt mondani, hogy ez a játékmód nagyon király, ez a játékmód nagyon rossz, hanem egy ilyen, ahogy én gondolom, ahogy én szeretem a játékmódokat, teljesen szubjektíven azt fogom most nektek megmutatni, illetve el fogom mondani, hogy szerintem melyik pályán érdemes pusolni kupát, illetve melyik játékmódokon érdemes játszani. De tényleg ezt ne vegyétek kénzpénznek, hanem javítsátok ki, ha én valahol tévedek, ahogy ti esetleg hogy gondoljátok, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a ti véleményetekre, hogy ti mit változtatok az én listámon, mert gondolom ahány ember annyiféle lista, tehát értelemszerűen amit én mondok, az nem fix, de ezt gondoltam elmondom itt a videóban, hogy ne legyen ebből nézeteltérés, hiszen mindenki másik játékmódon szeret játszani, épp ezért van az, hogy játszik mindenki minden játékmódon, és nem azon, hogy mindenki csak egy játékmódon játszik, de akkor szerintem ne is húzzuk tovább a szót, hanem kezdjük is el a listát. Mielőtt elkezdenénk a listát, itt nincs bent a Graveyard Ship játékmód, tehát annak nincs bent a logója, ami, ha nem tudom, emlékeztek rá, én ezt a játékmódot nagyon szerettem, olyan volt, mint a szóló, azt én abszolút a legjobb kategóriába tenném, szerintem ott lehetett a leggyorsabban kupát farmolni, tehát az összes játékmód közül nekem az volt a kedvencem, a Graveyard Ship játékmód, sajnos itt most a képe nincs itt, szóval azt most nem tudom beleszámolni, de azt elmondom előre, hogy én azt a legkirályabb kategóriába tenném, nekem az összes közül az volt a kedvencem. De akkor most ezt megbeszéltünk, haladjunk is sorba, és először a Hot Zone fogom berendezni, vagy berakni ebbe a listába. Most én a Hot Zone játékmódot kifejezetten szeretem, meg nem is szeretem. Van egy-két karakterrel, nagyon-nagyon-nagyon jól tudom, ilyen például Ems bizonyos pályákon, Penny is nagyon jó tud lenni, tehát én némelyik pályán nagyon szeretek hozzonozni, de van olyan pályám, amit abszolút nem szeretek, tehát hogy én a hozzont őszintén szóval csak a jó kategóriába tenném, tényleg egy-két pályát nagyon-nagyon szeretek, egy-kettőt meg egyáltalán nem szeretek, épp ezért nekem ez a hozzon az olyan okés, jó rajta játszani, de azért körülbelül annyit nyerek, mint amennyit veszek, tehát hogy azért nem ott szeretek a legjobban pusolni. Hát a következő játékmódnak nem is tudom a nevét, de ez a legújabb játékmód, ami most jött be a játékba. Én őszintén szóval ezt a játékmódot nagyon szeretem, nagyon élvezem, és talán a jelenlegi játékmódok közül az egyik kedvencem. Nem tudom, hogy a menő vagy pedig a király kategóriába tegyem, ebben még nem vagyok egészen biztos, de nagyon szeretem ezt a játékmódot őszintén szóval, méghozzá azért, mert nagyon sokat számít az, hogy ki hogy játszik, tehát 3v3 játékmódról beszélünk, így nagyon fontos a skill, illetve az egyén nagyon sokat tud hozzátenni a mérkőzéshez, mert van olyan játékmód, ahol nem az egyén, hanem sokkal inkább a csapaton múlik, viszont ebben a játékmódban az egyén nagyon sokat számít, és én emiatt nagyon szeretem ezt a játékmódot. A következő a Game Grab, hát talán ez az a játékmód, amit abszolút nem szeretek a Brawl Starson belül, pedig ez a fő játékmód, körülbelül csak Pokóval, illetve még egy, vagy Colonel Ruffszal, tehát 3-4 karakter van, akit Game Grabbe szívesen játszok, tehát én Game Grabbezni nem szeretek, mondom, összesen 3 vagy 4 karakter van, akivel szívesen megyek Game Grabbe. Ne kövezetek meg ezért, de én nem szeretek Game Grab-ezni, sorry srácok, tudom, hogy sokan nagyon szeretik, én nem szeretem ezt a játékmódot, nekem ez valamiért nem jön be. A szólós oldalt nagyon-nagyon szeretem, és szerintem abban lehet a legjobban kupát szerezni, és mindenkinek javaslom, hogy játszatok ezt a játékmódon. Persze mondjuk már egy bizonyos szint, mondjuk rank, hát 27-28-on már nem érdemes szólózni, de addig viszont érdemes tolni, és talán a legjobb játékmód az összes közül, ha kupát kell szerezni. Ugyanezt mondható a duóról, de azért duó egy picivel rosszabb kupaszerzés tekintetében, hiszen csak az első 2 hely, amiért kupa jár, a harmadik helyen már nem jár kupa, egy picit magasabb rangon. Tehát én a duo showdown azt egy picivel lejjebb sorolnám. Szerintem szólóban lehet a leggyorsabban kupát farmolni, és tényleg ott az első 5 helyes kupát ér, az a zseniális, míg ugye duóban kevesebb, mint a VMQ csapatok fele kap kupát, tehát szólóban azért könnyebb plusz kupát szerezni, ezért én a szólót feljebb tennem, illetve szólóban a győzelem is több kupát ér, tehát szerintem a szóló azért egy picivel jobb, mint a duó jelenleg. Persze magasabb kupán ez megfordul, de a vénykupa szintemen ez nekem ez így jó. A hész játékmód, van egy-két hészpálya, amit nagyon-nagyon szeretek, és van egy-két, amit nagyon nem szeretek, de összességében a hész játékmódot kifejezetten szeretem, azt kell, hogy mondjam, és én azt a menübe tenném, én valamiért szeretem ezt a játékmódot, szerintem egy király játékmód. A bonti, azt is szeretem, de van egy-két olyan bonti pálya, ahol a hajamat tépem konkrétan, és ha a fejem tetejére állok és pörgök, akkor is ki fogok kapni azon a pályán. És nem tudom, a csapattársak nagyon le tudják húzni, tehát nagyon befolyásolják, hogy ha nagyon rossz csapattársaid vannak, akkor egyedül nem sok mindent tudsz csinálni a bontiba, ezért én csak a jó kategóriába tenném. A következő a foci. Nos, ez az a játékmód, amit talán az egész játékon belül a legjobban tudok élvezni, nagyon szeretek, nagyon fán, kupaszerzésre is zseniálisan jó, hisz nagyon pörgős, rövid meccsek vannak, abszolút a legjobb kategóriába teszem. A következő játékmód az a Siege lesz. Én azt gondolom, hogy ez is egy kifejezetten jó játékmód, de néha nagyon rossz meccsek is tudnak rajta lenni, és amikor elhoztok mondjuk nem tudom egy robotot, nagyon jók vagytok, de ott marad kevés százalékon az ellenfélnek a bázisa, majd ők elhoznak egy másik robotot és kikaptok, tehát nagyon-nagyon könnyen lehet idegesnek lenni, tehát ez a legbosszantóbb játékmód, mert olyan nagy fordítások vannak ezen a játékmódon belül. Szóval én azt gondolom, hogy jó ez a játékmód, de kupaszerzése nem a legjobb, mert nagyon kiszámíthatatlan az, hogy melyik csapat fogja megnyerni a mérkőzést, és az utolsó pillanatban is lehet fordítani, mondjuk a Game Grabnek pont ez a szépsége, ezért én ezt is csak a jó kategóriába, vagy pedig a rosszba tenném, hát rezeg a léc. Szeretem is, hát legyen a jó kategóriába. A következő az a Lone Star játékmód, én ezt kifejezetten szeretem, abszolút egy király játékmód legalábbis szerintem, kupát is, az jól tudom, ezen lehet ezt szerezni, és lehet is szerezni. Szóval én ezt a menő kategóriába tenném. Limitált játékmód szerintem abszolút ott van. A következő az a Robo Rumble lesz, ugye ott nem lehet kupát szerezni, viszont a küldetések miatt érdemes játszani. Nos, én nagyon-nagyon rég Robo Rumble-öztem utoljára. Utoljára még miután reworkölték, tehát újra megváltoztatták volna a Robo Rumble-t, akkor játszottam vele, mert akkor még nagyobb volt a tétje, mert tokeneket lehetett szerezni, ugye egy tikittel lehetett nevezni, de azóta én nem játszottam a Robo Rumble-ből, tehát nem is tudom, hogy milyen ez az új Robo Rumble-ből, mivel nem annyira érdekel, tehát a PES-ben azt gondolom, hogy anélkül is lehet haladni, hogy ezeket játszanám. Így nem tudom, hogy milyen játékmód, viszont jelenleg nincs akkora értelme ezeket a játékmódokat játszani, mert 500 darab tokent lehet belőle kiszedni, ami nem túl sok, tehát egy kevesebb, mint egy tier szintet lehet kiszedni, és azért kell játszani egy csomó mérkőzést, szóval én azt gondolom, hogy ez most nem éri meg ezt játszani, ezt a játékmódot, fán, viszont könnyen unalmassá is, vagy már csak robotokat kell lőni. Én azt gondolom, hogy ezt én ide raknám, és a Game Grab-et meg inkább feljebb hoznám egy picivel, mert azért nem olyan rossz az a Game Grab, szóval én ezt visszavonom, ezt a döntést, és a Game Grab-et én inkább áthelyezném ide, mert tud jó lenni a Game Grab, szóval én inkább így csinálom. A következő a Big Game, amit azért én bevallom őszintén kifejezetten élvedek, és szerintem egy fun játékmód. Én jobban szeretem, mint a Robo Rumble. A Robo Rumble nekem egy picit unalmas, és csak robotokat kell lőni, nagyon hosszú, vagy régen nagyon hosszú volt egy meccs benne, tehát ilyen 3-4-5 perc is volt, most már ha jól tudom, egy picivel rövidebb egy mérkőzés, de nem tudom, én a Big Game-ek jobban szeretem, a Big Game-nek sincs sok értelme most játszani, és azt sem játszottam, amióta megváltozott és PES-es rendszer van, tehát kivették a tikiteket, azóta nem Big Game-eztem, szóval ezt is csak a nem rossz kategóriába tudom tenni. A következő játékmód a Boss Fight, azt egészen szeretem, azt kell, hogy mondjam, de azzal sem játszottam azóta, mióta kivették a jegyeket a játékból, de talán ezt még jobban szeretem még a Big Game-nél is, szóval ezt inkább még egy kicsivel feljebb tenni, mert fun játékmód, ha van egy jó csapatod, akkor lehet élvezni, azt gondolom, hogy egy kifejezetten jó játékmód tud lenni. A következő a Takedown nevezetű játékmód, ez most jött vissza a játékba, és nekem tetszett. Nekem kifejezetten tetszett ez a játékmód, nagyon szeretem, okosan játszod meg, jó játék, nem tudom, hogy a Lone Star vagy ez a jobb, de én csak a jó kategóriába tenném, és lehet, hogy a Lone Start is vissza kéne vennem a jó kategóriába. Nem, a Lone Star maradjon így, nekem ez így jó. Tehát, hogy jó az a játékmód, de talán nekem a Lone Star egy picivel jobban tetszik. A következő játékmód, az szerintem az egyik legkirályabb játékmód a játékban, hiszen nagyon pörgősek a mérkőzések, akár pár másodperc, vagy pár, tehát tényleg pár másodperc alatt vége lett a mérkőzésnek, tényleg szuper gyors játékmenet, nagyon pörgős, nagyon szeretem, van egy ilyen karácsonyi, vagy pedig adott tematikájú feelingje, tehát én, nekem ez abszolút a legkirályabb kategóriába tartozik, abban az esetben, hogyha nem az a dölöngélős pálya van, mert egy időben, amikor a kalózos szisztéma volt, akkor voltak olyan pályák, akik dölöngéltek oldalra, és akkor így csúszkáltak a karakterek, na azokat nagyon nem szerettem, tehát hogy volt, hogy simán nyertem volna a meccset, aztán elkezdett dölöngélni a pálya, és elvesztettem emiatt, tehát hogy a dölöngélőseket nagyon nem szerettem ebből, viszont amikor nem dölöngélős a pálya, akkor azt viszont nagyon szeretem, mert tényleg, hogy csúszkál a karakter össze-vissza, az nekem nem jött be. Épp ezért nem teszem bele a legkirályabb kategóriába, hanem csak a menübe, mert voltak bele azok a nagyon rossz dölöngélős pályák, ami nekem konkrétan rémálmokat okoz. A nem dölöngélőseket nagyon szeretem, de a dölöngélőseket nem szeretem ebből a játékmódból. Az utolsó a dínós lesz, és én azt gondolom, hogy a dínós az egy kifejezetten vicces játékmód, és amikor bejött a játékba, akkor nagyon sokat nyomtam, de tényleg rengeteget játszottam ezt a játékmódot. Nagyon szerettem, nagyon élveztem, de azóta nem is játszottam vele, tehát körülbelül egy éve játszottam ezzel a játékmóddal is utoljára, így ezt is csak a jóba tudom besorolni, mert nem játszok vele, mert nincs értelme játszani, mert nem ér konkrétan semmit, hogyha ebben a játékmódban játszok. Szóval nekem jelenleg így néz ki, hogy ez a besorolás. Azért gondolom, hogy ezek vannak a legfölül, ez a három játékmód, mert nagyon pörgős játékmenet, nagyon gyorsan lehet benne kupát farmolni, tehát kupaszerzésre abszolút ez a három játékmód szerintem a legjobb, mert itt vannak a legrövidebb mérkőzések, viszonylag meg lehet nyerni, a legtöbb karakter jó erre, ezekre a játékmódokra. Értelemszerűen van olyan karakter, amiket nem biztosít pusolni, például egy pokót, azt egyértelműen Game Grabbe kell pusolni, én azt gondolom, vagy pedig Hot Zone-ban, máshol nem is tudok elképzelni pokópust, viszont azért a legtöbb karakter erre a három pályára a legjobb, és ezen a három pályán, vagy játékmódon pontosabban érdemes pusolni szerintem. De írjátok meg, hogy ti mit választanátok ezen a listán. Szóval ez a mai videó ennyi lett volna, köszönöm a figyelmeteket, holnap találkozunk majd egy újabb videóba, addig is velem tartás, kommentel és nem persze fölöködás. Én Nándor royale voltam, köszönöm a figyelmeteket, további szép napot kívánok mindannyiótoknak, sziasztok!